Köszöntöm kedves nézőinket Csipszó után című sportmagazinunkkal. A koronavírus az élet minden területére hatással van, így a sportéletre is. Kézilabdásaink néhány napja még nagy lelkesedéssel készültek a bajnokság következő fordulójára. Most azonban már új célokért dolgoznak home office üzemmódban. Március 7-én hazai pályán aratott óriási győzelmet a KKC férfi együttese a nagy rivális Mecsek Nádasd ellen. Ekkor még az edző is bizakodóan nyilatkozott, hogy ez az eredmény erőt ad majd a folytatáshoz. Azóta azonban a koronavírus felülírta az elképzeléseket. Köztudottan a KKC vezetése Hartmann a személyében kiváló kezekben van. Az elmúlt évek alatt felépített rendszerünkhöz és eredményeinkhez méltóan ő a legrövidebb időn belül meghozta a járvánnyal kapcsolatos egyesületi intézkedési tervét. Abban felelősségteljesen mindenre kiterjedően hangsúlyal az egészségügyi szabályokra, a folyamatos működés feltételeinek biztosítására kaptunk utmutatást. Hát ezt kötelességünk betartani, komolyan venni, mi ehhez tartjuk magunkat. Hát egy héttel ezelőtt a pénteki edzésen még a szombati fordulóra készültünk, edzettünk, videóztunk, hát mellbevágó volt szembesülni azzal, hogy nem mutathatunk az elmaradt mérkőzésünkre, nem üzhetjük a szeretett játékunkat. Ezt egy sportoló nagyon nehezen éli meg, de most szembesülni kellett mindenkinek azzal, hogy vannak olyan élethelyzetek, amik mindent felülírnak. Ez egy másik meccs, de ezt is meg kell nyernünk, le kell győznünk a koronavírust. Felhívtam a fiúknak a figyelmét arra, hogy itt is vannak érvényben lévő szabályok, amit be kell tartani. Határozottnak, fegyelmezetnek, keménynek, céltudatosnak kell lennünk ebben a helyzetben is. A kézilabdában az általam diktált taktikánk, stratégiánk alapja mindenkor a kollektív játék volt. Arra hívtam fel mindenkinek a figyelmét, hogy egy ilyen kritikus helyzetben még inkább óriási jelentősége van a közösség erejének, az összefogásnak. Ebben nekünk a sportolói társadalomnak nagy a felelőssége, ránk nagyobb figyelem árul, példát kell mutatnunk, össze kell kapaszkodnunk, együtt kell mozdulnunk, a környezetünk felé pedig pozitív kisugárzással kell lennünk. Csak ebben a szemben tudunk nyertesek lenni, és a betegség fölé kerülünk. Fölhívtam a figyelmet arra, hogy az egyéni felelősség vállalásukkal járulhatunk ahhoz, hogy visszakapjuk mi hamarabb a légi életünket, megjelenhessünk a közös edzéseinken, és újra kézilabdázhassunk önfeledten. A jelenlegi helyzetben nehéz megjósolni, hogy mikor térnek vissza a dolgok a megszokott kerékvágásba, ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon egy edző milyen tanácsokkal tudja ellátni a játékosait, hogyan tudja őket motiválni. Mindenképpen egy felépített terv szerint dolgozunk és gondolkodunk a jövőről. Jelenleg interneten keresztül küldöm el a heti egyéni edzésterveket, ez alapján készülnek a játékosaink. Amennyiben május végéig túljutunk ezen a krízis helyzeten és visszatér az élet a régi kerékvárásba, akkor júniusban még tudunk egy pár héten keresztül közös edzéseket tartani. Amennyiben ez elhúzódik, akkor marad az egyéni edzésterv szerinti otthoni munka június közepéig. Én abban nagyon bízom, hogy a nyár végére mindenképpen rendeződik ez a helyzet. Ebben az esetben viszont az eddigi szokásrendhez képest korábban kezdjük majd a nyári felkészülésünket. Egy ilyen helyzetben azok a csapatok, akik nem csinálnak semmit, azok a következő bajnoki szezonban lemaradnak. Minimum a szinten tartásra kell törekedni, de odafigyeléssel, munkával előre is lehet lépni.
sajnos teljesen specifikus, de hasznát vehetjük majd a következő szezonban is. Mi lesz abban az esetben, hogyha mondjuk ezt az idei bajnokságot itt be kell fejezni, és nem lesz lehetőség a fordulók lejátszására? Van-e esetleg erre már valami elképzelés, vagy hogyan lehet ezt lezárni, ezt a mostani bajnoki évet? Hát a Magyar Kézilabda Szövetség részben már hozott szabályokat. Én úgy látom, és ez a személyes véleményem, hogy ezt a bajnokságot nem fogjuk végigjátszani. Nyilvánvalóan, ha ez a helyzet a felkészülésünket is specifikussá teszi, lehetetlennek tartom azt, hogy ezt bárhova időben be tudják tuszkolni, ráerőltessék a csapatokra, mindenképpen a jövő évi bajnokságba kell gondolkodnunk. És az ön napjai hogyan telnek ebben a nehéz időszakban? Mint utaltam már arra, hogy egy sportolónak egy ilyen helyzetben nagy a felelőssége, én a személyes példamutatásommal próbálok hozzájárulni ahhoz, hogy mi hamarabb vége legyen ennek a borzalomnak. Én itt vagyok, és kézilabdával foglalkozom, csinálom az edzésterveket, figyelem a híreket, és nagyon bizakodó vagyok. Csapatunk 4 fordulót játszott le a tavaszi szezonból, még 7 összecsapás várt volna rájuk. Jelenleg az 5. helyen állnak a tabellán, meglátjuk, lesz-e folytatás. A jelenlegi krízis helyzetben nehéz feladatokat kell megoldania az utánpótlás neveléssel foglalkozó szervezeteknek, így többek közt a Méhecskéknek is. Az Egyesület mindennapjairól Faragó László elnököt kérdeztük. A különböző sportágak versenyeit és bajnokságait sorra felfüggesztették, így természetesen az MLS és a hozzá kapcsolódó szervezetek is meghozták a megfelelő intézkedéseket. Különböző bajnokságokat egyelőre az MLS letiltotta, ugyan az edzésekről nem kaptunk semmi utalást, hogy mi legyen vele. Ugye a kormányzat által kiadott különböző információk alapján elvileg még akár meg is lehetne tartani az edzést, mert nincs, vagy én tudomásom nincs még róla, hogy letiltották volna. De mi úgy döntöttünk mindjárt az elején ennek az egész hajcélnek, hogy mi ahhoz az elfhez ragaszkodunk, hogy minél kevesebbet menjünk-e otthonról, minél kevesebbet találkozzanak az emberek, és ennek kapcsán úgy döntöttünk, hogy egyenlő az edzéseket is abba hagyjuk, megszüntetjük bizonytalan ideig, mert ugye nem lehet tudni, hogy meddig tart ez az egész mizéria. Hát itt sajnos én a gyerekek fejével gondolkozva tudom, hogy ő nekik a legrosszabb, mert ugye a mozgásigényük meg egyebek az megvan, és ők szeretnek focizni, szerettek edzésre járni, biztos hiányzik nekik. Mi ezt megpróbáljuk azzal pótolni, hogy ugyanúgy, mint a távoktatás az iskolában, próbálunk mindenféle eszközt adni a szülők meg a gyerekek kezébe, hogy otthon mit csinálnak ebbe az időszakban. Tehát heti rendszerességek, küldünk nekik anyagokat, edzésterveket. Tehát a kollégák, akinek még nem volt, általában a legtöbb csapatnak volt saját Facebookos csoportja, és a Facebookos csoportban folyamatosan adunk ajánlásokat a szülőknek, gyerekeknek. Épp ma írtam körbe, mert csináltunk egy edzői Facebookos csoportot is, tehát ugye nálunk mindig vannak edzői értekezletek, megbeszélések. Most ez is megszűnt ugye a személyes kapcsolat, hanem ilyen internetes kapcsolat alapján létrejött egy Facebookos edzői csoport, ahol kommunikálunk egymásra. Épp ma adtam ki a kollégáknak, hogy mi legyen a heti edzésterveknek a tartalma, és a Békés Csabai kollégáktól este, hogy nekik van egy ilyen e-mailes rendszerük, ahol a gyerekekkel rendszeresen kommunikálnak, akkor kértem a számítástechnikában jártas kollégákat, hogy akkor valami hasonlót mi is rakjunk össze, és akkor így a gyerekekkel folyamatosan tudunk azért kapcsolatot tartani, és remélem, hogy mozognak azért egy kicsit otthon. Hát ennél többet sajnos most nem nagyon tudunk tenni. És mondtam itt a Békés Csabai kollégákat, ma néztem az ő rendszerüket, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, ők azt mondták, hogy április 30-ig
gondolták most, hogy nem fognak edzést tartani, és utána majd meglátják. Hát mi úgy vagyunk vele, hogy hetente azért ezt mindig átnézzük, átértékeljük, mert szeretnénk, ahogy lehet kimenni, viszont nem akarjuk azt sem, hogy idő előtt kerüljünk ki. Mi tartjuk az magunkat, hogy lehet, akkor mindenki maradjon otthon. Ebből volt néhány vitánk, nem csak sporton belül, egyéb helyen is, de én azt mondtam, mert többen azt mondják, hogy nem kezd ennyire komolyan venni, nagyobb a füstje, mint a lánge, de azt mondom, hogy 50% az esélye. Tehát vagy igen, vagy nem. Na most az 50% esélye az elég magas ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy akkor inkább a valószínűségét annak, hogy ez bekövetkezzen, próbáljuk a nulla felé szorítani. Ennek a legnagyobb ellenszere, vagy legnagyobb segítsége, inkább azt mondjam, tehát az ellenszere annak, hogy ne legyen belőle gond, az, hogyha mindenki otthon marad ebben az időszakban. A futball esetében a sikerhez, az eredményességhez, a csapat közös munkájára, összhangjára van szükség. Az állóképességet, az erőllétet otthon is szinten lehet tartani, de figurákat nehéz egyedül gyakorolni. Faragó Lászlót éppen ezért arról is kérdeztük, hogy erre hogyan lehet felkészülni, hogy a folytatásra megmaradjon az összhang. Hát igen, ezt igazából sehogy nem lehet, azt kell, hogy mondjam. Amit az előbb elmondtam, ez igaz a felnőtt csapatokra is, tehát úgy az ifjúsági csapatra, őket is valamennyire felnőttre sorolom, és a mélyecskék felnőtt csapatára, de ide sorolnám a KFC felnőtt csapatát is, mert azért amennyire lehet összedolgozunk. És volt mélyecskések, akik különböző más területeken dolgoznak, de a sportban maradtak, ők is adnak, az internetre is raknak föl, meg mi is kapunk tőlük is ajánlásokat, bemutató videókat, amit tudunk tűzni úgy a gyerekeknek, mint ahogy a felnőtt csapatnak is elküldjük, és csak reménykedni tudunk benne, hogy használják. Ugye ebben van erőnléti jellegű, tehát általános erőnlét megóvás, és van technikai jellegű feladatok is, ennyit tudunk csinálni, más nem nagyon. Hát ugye itt a bajnokságokkal az a gondom, hogy ugyanerre nem kaptunk semmiféle utazást, de én azt is el tudom képzelni, hogy ha sokáig eltart ez az egész dolog, akkor ezt a tavaszi bajnokságot megsemmisíti az MLS, és csonka bajnokság fejeződik be. Ez azért volna nagy gond, mert a kollégák is, meg a játékosok is, úgy a gyerekek, mint a felnőttek, én úgy gondolom, hogy elég sokat készültek erre a tavaszi szezonra. A tavaly egy egész jó évet zárt a mélyecskés, vagyis inkább azt mondom, a kalocsa labdarúgása. Én bíztam benne, hogy ez az év is ugyanilyen jó lesz, tehát több csapatot is a dobogóra vártam, sőt az elejére is. Hát így most ez, nem tudom, hogy alakul, de nem is ez a legfontosabb most, hanem az, hogy tényleg egy kicsit mozgásba maradjanak a gyerekek is, a felnőttek is, tényleg amennyit lehet sportoljanak, és ezt az egész vírust, vagy ezt az egész fertőzéses dolgot, ezt minél jobban és minél kisebb gond nélkül átéljük. Ha már itt szóba került a KFC, hát nem volt egyszerű ez a néhány utolsó forduló, hiszen nagyon-nagyon be kellett osztani a játékosokat, sok volt a sérült a KFC csapatában, ami ugye érintette az ifi csapatot, illetve a Méhecskéknek a megyei bajnokságban játszó csapatát is. Hogyan sikerül ezt összehozni, milyen az összhang a KFC, illetve a Méhecskék között, hogyan tudnak együtt dolgozni, így ezekben a nehézített, sok sérült el tűzdelt fordulókban? Hát, mint ahogy az előbb elmondtam, hogy azért folyamatos kommunikáció megvan, tehát például a felnőtt csapat edzőjét ugyanúgy, hát az ifi csapat most jelenleg mélyecskés, de ez nem jelent semmit, hogy éppen mi a nevük, de az ifi csapat edzője ugyanúgy benne van ebbe az edzői csoportba, és ugyanúgy folyamatosan a kommunikációban benne vannak, tehát ők is megkapják azokat az ajánlásokat, amit mi közreadunk. Hát most azt mondom, hogy ebben még a felnőtt csapat részére egy pici jó is van, mert ez idő alatt a sérültek aránylag esetleg akár föl is tudnak épülni, csak mondom, nekem az a legnagyobb gondom, hogy itt a békés csapai kollégák április 30-ban gondolkodnak, akkor nem tudom, hogy lesz-e bajnokság folytatás az idén, vagy nem, tehát ezt majd az idő hozza meg. Tehát erre most nem lehet bármit mondani. Én úgy tudom, és reménykedem benne, hogy mindenki, mert tudom, hogy van jó néhány olyan játékos a felnőtt csapatban is, aki azért folyamatosan próbálja magát karba tartani, készül a folytatásra. De ez ugyanígy az ország egész területére, hogy a csapatok fölkészültek ezekre a bajnoki fordulókra, és most azért a legtöbb csapatnál ez visszaesést fog jelenteni. Hát ki mennyire
fog ebbe az időszakba dolgozni, ki mennyire un bele abba, hogy otthon aránylag lehet, hogy hetekig ugyanazokat a mozdulatokat, gyakorlatokat kell csinálni. Mondom, mi próbálunk azért úgy segíteni, hogy egy picit próbáljuk ezt színesíteni, másképp átformálni. Ugye mondtam, hogy erőléti jellegű dolgok is vannak benne, Vujics Viktor kollégánk, ő ugye kimondottan erőléti területen dolgozik, a Viktor is próbálkozik folyamatosan mindenféle egyéb módon frissíteni, földobni ezeket a dolgokat, hogy ne legyen unalmas, és tényleg csinálják meg a kedves játékosok, de még akár azt is mondom, hogy kaptunk a kis Gabi, mint válogatott, női válogatott volt Miecskés játékosontól is olyan technikai jellegű feladatokat, amit én úgy gondolom, hogy látványosak, és a gyerekek otthon remélem szívesen csinálják, de ezt akár a felnőttek is ugyanúgy megtehetik. Beszéljünk most egy kicsit vidámabb témáról. Nyilván ez a mostani helyzet hozza majd maga után, hogyha megjön a jó idő, a nyár, sokkal jobban fogunk vágyni egymás társaságára, és az ilyen közös mozgásos feladatokra, nyilván a nyári táborokra is, hogyha már így a focinál tartunk, készülnek esetleg már erre, hogyha már ilyen kényszerpihenő van, hiszen én azt gondolom, hogy aki csak teheti, az most közösségbe fog menni, amint ez lehetővé válik. Hát remélem, hogy igen, tehát ugye mi is azért reménykedünk, abban, mert mindig az ilyen visszaesések, tehát egy nyári szünet, tehát hosszabb leállás, stb. Az mindig azzal a félszel indulunk neki a folytatásnak, hogy vajon hányan jönnek vissza. És ugye megint leállnak egy csomóan, hányan jönnek vissza. Remélem, hogy mindenki, sőt még sokkal többen, tehát ez idő alatt még, vagy ezután majd még többen csatlakoznak. Most nem csak a foci, az bármelyik sportegyesülethez. Készülünk, tehát a nyári táboroknak a tematikája megvan, a beosztása, a struktúrája megvan, tehát az, hogy milyen időben milyen jellegű táborokat tartunk, azok megvannak, tehát a szokásos évzáró mélyeskés tábort mindenképpen szeretnénk megtartani, hogyha a lehetőség majd engedi, hát reméljük azért az egész dolog nem fog kitartani, mert az június közepe. Én azért bízom benne, igaz, hogy most úgy látjuk, hogy befele megyünk még ebbe a dologba, de június közepéig reméljük, hogy azért el is felejtjük ezt az egész dolgot. És ugye fölvettük a kapcsolatot a Váci Inter Akadémiával, és úgy van, hogy egy Inter tábor is lesz Kalocsán, és vannak nekünk szokásos gombolyagi táboraink, ezt is tervezzük, hogy folytatjuk, sőt most egy 2-3 hete, 4, lehet, hogy már 4 is voltam kint Mácsán, és ott bemutattak egy olyan lehetőséget, hogy ott is lehetne komoly tábort szervezni, tehát még ezt is benne hagyjuk a képbe, de ha véletlenül úgy alakul, akkor lehet, hogy amelyik tábort lehet, azt átütemezzük mondjuk augusztusra. Tehát mindenképpen szeretnénk azért valami lehetőséget adni a gyerekeknek. A munka tehát a vírustól függetlenül folyamatos az egyesületnél, készülnek a folytatásra és a nyárra. Sportesemények hiányában most egy kicsit multidézésre invitáljuk Önöket. Február 8-án rendezték meg a Sportbált, ahol a kalocsai sportélet legkiemelkedőbb eredményeit, versenyzőit jutalmazták. Most az erről készült összeállításunkat láthatják. Február 8-án szombaton került megrendezésre a kalocsai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseménye, a Sportbál. A rendezvényen egyesületek, szakosztályok javaslatai alapján vehettek át az arra érdemesek okleveleket, elismeréseket, kupákat, az asztali tenisztől kezdve egészen az úszásig bezárólag. Mai napon 634-en vagyunk a sportcsarnokban, mert egy nagyon örömteli dolog, hogy ennyi sportoló, sportvezető, edző, sportbarát van itt a csarnokban. Ez teltházat jelent, több főt nem tudunk erre a rendezvényre befogadni, úgyhogy ennyien vagyunk. Azt gondolom, hogy ez is mutatja, hogy Kalocsán mennyire nagy igény van a sportra, és hogy milyen jelentős szegmenst foglal ez magába. Úgyhogy én, mint városvezető is, egyébként is szívügyem a sport, és a gyermekeknek ez a sportos életmódra való nevelése, mert azt gondolom, hogy egy nagyon jó vázat ad nekik, és nagyon jó korlátokat ad nekik, hogyha valami egyesülettel vagy szakosztályba járnak sportolni. És mindenféleképpen nekünk is ezt támogatnunk kell, ezért is fokozza az önkormányzat
a sporttámogatást, ahogy 19-es évben is volt beleszólásom már a költségvetésbe, akkor is kértem az akkori polgármester urat, hogy növeljünk a sporttámogatást, ezt most a 20-as évben is meg tudjuk tenni további 2 millió forintos növeléssel, úgyhogy bízom benne, hogy az egyesületek is ezt érzékelik, hogy az önkormányzat a lehetőségeihez képest minél több támogatást nyújt. Miről számolnak be az edzők, egyesületvezetők, hova jut el Kalocsa híre a sport révén? Országos szinte határainkon belül szinte mindenhova. Tehát ez nyilván az ő elhivatottságuk nélkül, a szülők, illetve az edzők elhivatottsága nélkül ez nem működik. Tehát rengeteget vállalnak magukra, nyilván ezt nem az anyagiak tudják biztosítani számukra, hanem tényleg az a lélek, az a sport iránti szeretet, az adott sportok iránti szeretet, amiért dobog a szívük. Úgyhogy a határainkon belül nagyon-nagyon sok erre, tehát országos versenyekre, bajnokságokra, utánpótlás nevelésben is jelentősen kiveszi Kalocsa a részt, tömegsportokban is, úgyhogy az egyéni teljesítmények is kiemelkedőek, illetve ahogy mondom, tehát ez, hogy egy gyerek eljár edzésre egy sportegyesülethez, és akkor ott fegyelmet tanul, rendszer tanul, csapatban való munkát tanul, győzni, az, hogy a győzelem hajtja, illetve ha vereséget szenved, méltósággal kezelje, azt gondolom, és egy egészséges gondolkodású gyereket tudunk ezáltal nevelni. Azt gondolom, hogy az mindent megér, és ez az igazi fontos dolog, illetve ez, hogy nyilván amikor elmennek, akkor a városunk jó hírét, Kalocsa jó hírét viszik tovább. Mészáros Lili 12 éve kezdett el karatézni. Rengeteg edzés, hazai és nemzetközi verseny van az év női sportolójának járó díjában. Európa bajnokságon vettem részt, kétszer voltam diákolimpián, és az utolsó versenyen pedig egy magyar bajnokság volt. És sikeresen tavasszal kijutottunk Görögországba. Hány év munkája van ebben a díjban? Hát 12 éve karatézom, egészen kiskorom óta üzem ezt a sportot. Mi vitt téged éppen a karate fele? Hát én nagyon mozgékony gyerek voltam kiskoromban, és anyukám mondta, hogy válasszak egy sportot. És táncoltam akkor, és a karate mellett döntöttem. Milyen pillanat volt az elmúlt évben, ami vagy egy edzésen, vagy egy versenyen a nehézsége miatt, vagy a szépsége miatt megmaradt benned? Hát nekem igazából a versenyeken a stressz az a nagyon nehéz. Ez főleg akkor jelent meg, amikor világbajnokságon voltam 2 éve. Hát ott nagyon nehéz volt, nagyon izgultam. Ki tud olyankor teljesen kapcsolni az ember, vagy azért a külvilágnak az ingerei, az edzőnek az utasításai el kell, hogy jussanak? Hát nagy bennem a bizonyítási vágy, szóval nagyon izgulok így a küzdések előtt, de ahogy fölállok a pástra, akkor így eltűnik. Milyen terveid vannak néhány év múlva, mit szeretnél még elérni? Hát jövőre, vagyis idén érettségizem, szóval jövőre egyetemre szeretnék menni Pestre, de továbbra szeretném folytatni a karatét. 2019-ben közel 500 érmet nyert országos és nemzetközi versenyeken Lakatos Bence is, akit az év férfi sportolójának választottak. Bekerültem idén is a jövő bajnokai programba, azon kívül országos diákolimpiai bajnok lettem 50 pillangón áprilisban, és 50 gyorson lettem második, és az országos magyar bajnokságon lettem 50-100-200 gyorson dobogós, harmadik helyezett, és ezentúl a felnőtt rövidpályás showbén is szerepeltem, ott is sikerült egyéni csúcsokat úsznom, meg évközben egyszer-kétszer sikerült egy rövidpályás országos csúcsot úsznom. Hogyan sikerül mindig megdönteni ezeket az egyéni csúcsokat? Nagyon sokat köszönhetek az edzőimnek, mindig sokat foglalkoznak velem a technikámmal, meg mindenben segítenek, így a suliban is egyben, és szerintem a sok edzés munka kifizetődött. Mi lesz ezután, hiszen most 8-os vagy, néhány év múlva, ha ugyanígy beszélgetnénk, akkor miről tudnál beszámolni, mik az álmaid? Hát a célom az legelőször az EOF, idén megúszni az EOF B szintet, ami 21-ben lesz, és aztán megúszni az A szintet, kijutni és minél jobb eredményt elérni. Busa Attila tanítványai közül már a legkisebbek is elindulnak versenyeken, országos és nemzetközi élmezőnyben is számon tartják a kalocsai úszókat. A Stankovics emlékdíj nem véletlenül van. A dr. Filvi Géza néha
életem meghatározó és jelentős iránymutató embere, tehát nincs nagyobb példaképpen pillanatnyilag, mint ez a két ember az életemben. Önélkülük nem lennék itt. Tehát mind a két embernek a 90-es évek elejétől kezdődött az egész, ott nagyon-nagyon meghatározó volt az irány, hogy merre indulok. És nekik köszönhetem, hogy ma itt állok. Készül ilyenkor valamiféle számadás, hogy hány gyerek van, aki mondjuk Kalocsán és a környékén annak köszönheti, hogy tud úszni, hogy valamikor az úszodába veled találkozott? Hát ilyenkor így most erre nem készültem, tehát én ezt nekem teljesen váratlanul élt. Hát annak idején is évi 1000-1200 gyereket tanítottunk meg a tyutyúval úszni. Most a Danival, a Gáborral, ez ilyen 6-700 között van, azért megoszlik az egész dolog. Milyen most Busa Attila edzőként, és milyen volt mondjuk 4-5 évvel ezelőtt, 10 évvel, 20 évvel ezelőtt? Hát teljesen más, de remélem mégsem más. Tehát engem a gyerekek nevelnek, tanítanak, az ő szorgalmuk, kitartásuk, az visz előre. Én mindig tőlük tanulok, tehát én mikor elkezdtem az edzői pályát, én megmondtam, hogy engem nem kell szeretni, engem az nem érdekel, tehát nem én vagyok az első, az eredmények. És ez így hozta magát, alakult a Gábor, a Dani, óriási ajándék nekem a Tompai Gábor, a Petrócki Dani, akik nálam úsztak, ott nevelettek, ott nőtték ki magukat, és ettől, tehát a család után ők vannak. Tehát az úszás, a Gábor, a Dani, nincs, nem tudok jobb szavak. Hogyan mennek ezután a hétköznapok? A hétköznapok ugyanúgy mennek, dolgozni kell, előre kell nézni, a Bencére oda kell figyelnünk, össze kell raknunk, hogy a nyáron, meg mi lesz a jövője, tehát ez mindenképpen fontos. De hát a Bencén kívül vannak úszók, vannak jövői tehetségek, mint láthatjátok, itt rengeteg fiatal van, 12-es, 13-as születésűek, akik nagy versenyen, ahol több száz induló van, ott is a negyedik, ötödik helyen vagyunk, és ez köszönhető annak, hogy a Dani nagyon-nagyon jól megtanítja őket úszni, és a szülők is szintén lelkesek. A legjobb utánpótlás csapat a KFC Méhecskék ifjúsági csapata lett. Kalocsa város legjobb csapata címet pedig a KSE evezős szakosztálya kapta. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. További szép estét, viszontlátásra!